Sziasztok, üdv mindenkinek, ez itt a Like a Vlog, és nem máshol vagyunk most, mint Bajorországban, Pottensteinban, és mögöttem látható a régió legnagyobb barlangja, méghozzá ez az Ördög barlangja, úgyhogy ide fogunk most bemenni, szerintem izgalmas lesz, nézzük meg, hol alszik az ördög, tartsatok velünk, gyertek! Pottensteinban járunk Bajorországban, gyertek velünk ebben a virtuális túrában át a barlangon, közben mondok pár sztorit erről a helyről. Na akkor nincs más hátra, vegyük meg a jegyet. Ez a barlang ez több mint 1500 méter hosszú, egy órás körülbelül a túra, úgyhogy fogunk kapni túravezetőt is, majd megnézzük, hogy milyen lesz. Kíváncsi vagyok, na menjünk be! Na veszünk parkolójegyet, mert elvileg nézd meg. 2 euró, 2,5 óra, és 2,5 órát tudsz maximum parkolni, egy órás a túra. Itt van mögöttem a bejárat, ott fogunk bemenni, és nagyon szép a hely. Ma vasárnap van, nagyon jó az idő, tökéletes kirándulni. Ha bárki Bajorországban jár, szerintem ne hagyja ki. Biztos, hogy izgalmas lesz. Úgyhogy nincs más hátra. Nézzük meg, hol alszik az ördög. A barlang minden nap reggel 9-től délután 4-ig van nyitva. Vezetett utak vannak, és csoportokban történik a belépés. Vannak családi és egyéni jegyek is. Itt kell jegyet venni. Hello. De megvannak a jegyek, 14.30-kor lehet bemenni, vezetővel megyünk, mi ebben a csoportba fértünk bele, menjünk föl a bejárathoz, ott fognak várni. 7 euró per fő volt a belépő, ami szerintem mindenkinek megéri. Egy pulcsi még nyáron is javasolt, mert kb. 9 fok van a barlangban, télen-nyáron is. Na de nyílik az ajtó, nézzük meg, mi van a föld alatt. A cseppkőbarlang a környék kb. 1000 barlangja közül az egyik legnagyobb. Gazdag cseppkő díszítéssel rendelkezik, és Németország egyik legszebb látványbarlangjaként tartják számon. Itt az eredeti felszerelés látható, amivel elkezdték feltárni a barlangot. A hatalmas barlangportál, az alvilág kapuja, körülbelül 400 méteres tengerszint feletti magasságban található. A barlang bejárata egy 25 méter széles és 14 méter magas portál, Németország egyik legnagyobb barlang bejárata, régóta ismert. Ez a barlangi portál körülbelül 85 méteres mélység után ért véget, és ördöglyuknak hívták. Viszont 1922-ben a bayreuthi Hans Brandt geológus és bányamérnök, később SS vezető áttört a Teufelsloch-ban egy körülbelül 9 méter vastag, egy beomlás következtében kialakult végfalon, és felfedezte a barlang cseppkővel díszített részeit, amelyeket előkészítettek, és 1923. augusztusára látogathatóvá vált. A következő 8 évben további barlangszobákat nyitottak meg, amelyeket körülbelül 300 méter hosszú alagutakkal kötöttek össze egymással. És 1931. pünkösdjén az ördögbarlangot megnyitották a nagyközönség előtt is, hogy teljes körűen megtekinthessék az egész barlangot. A barlang minden oldaljáratával, alagutakkal és a barlang megközelítésére kialakított kitermelő aknákkal együtt a barlang hossza körülbelül 3000 méter. Évente több mint 140 ezer látogatójával az Ördögbarlang Egyesület által üzemeltetett Ördögbarlang Európa egyik leglátogatottabb bemutató barlangja. Ő itt pedig a barlangi medve, a medvefélék családjának egy kihalt faja, amely kb. 250-300 ezer éve jelent meg Európában, és a legutóbbi jégkorszak végével tűnt el mintegy 10 000 éve. Nagyobbak voltak, és a fejük is nagyobb volt, mint a mai barna medvéknek.
Az ördög barlangot különféle célokra használják. A rendszeres tárlatvezetések mellett 1994 óta többször is megrendezésre kerül a kultúra rendezvénysorozat a nyári hónapokban. A barlangot terápiás kezelésekre is használják. A barlangterápia 1986 óta egy oldalalagútban található. Egy másik oldalrészen pedig Németország egyetlen barlanglaboratóriuma működik, a Franken Barlang és Karszkutató csoport, amiben 1970 óta a régészek folyamatosan kutatnak. A több mint 3500 barlangot 6400 négyzetkilométeres területen tartalmazó Frank hegyi barlang regisztrációjában az Ördög Barlang D95, a kisördög barlang pedig D148-ként van nyilvántartva. A barlangot a Bajor Állami Környezetvédelmi Hivatal geotópként jelölte meg. A geotópok olyan földtani képződmények, ősmaradványok, kőzetek és ásványok, melyek árulkodnak keletkezési feltételeiről. Az Ördög Barlang kiterjedt barlangrendszer összesen 3 szinten terül el. Mentünk tovább a barlang gyomrába, összesen 400 lépcső van a barlangon belül. A barlang számos cseppkője figyelemre méltó. Az esővíz behatol a kőzeteken és meszet old ki, így sok évezred alatt kialakulnak a cseppkövek. Na, 9 fok van belül. Annyira nincs hideg, de azért érzed, hogy egy picit hűvös van. Ezért mondtam az elején, hogy kell egy pulcsi mindenképp. És jöttek a további lépcsők. A legtöbb cseppkő életkorát körülbelül 10-15 ezer évre becsülik. Azaz túlnyomó részt a jégkorszak utániak, tehát nagyon fiatal generációhoz tartoznak. Viszont van a barlangban olyan cseppkő is, ami körülbelül 340 ezer éves. Az Ördög Barlangban átlagosan 13 év kell ahhoz, hogy egy cseppkő körülbelül 1 millimétert megnőjön. A cseppkövek csak a föld történetének meleg időszakaiban nőnek, és amikor elegendő csapadék van. A barlangban a levegő rendkívül egészséges. A levegő hőmérséklete meglehetősen állandó, évszaktól függően 9 és 10 fok között ingadozik. A páratartalom nagyon magas, 95% körüli, az egyes barlangi területeken pedig akár 98% is lehet. Mielőtt a barlangot LED lámpákkal megvilágították volna, a nyári hónapok hétvégén, amikor nagy volt a látogatók tömege, 13 fokra emelkedett a hőmérséklet. A vizsgálatok során a látogatók ruházatából származó textilpor kiválását is mérték, ezek a mérések nem elhanyagolható mennyiségű szennyezést mutattak ki a barlangi levegőben. A textilpor az egyes cseppköveken is megtelepszik, ami gátolja a növekedést és egyre jobban elsötétíti a színt. Adolf Hitler még a nemzetszocialisták hatalomra kerülése előtt meglátogatta az Ördög Barlangot 1932-ben Winifred Wagnerrel, a Bayreuthi Fesztivál akkori igazgatójával. 1942-ben, október 12-én az SS felállított egy altábort a flüsszenburgi koncentrációs táborban, itt Pottensteinban, ahol a barlang is található. Tábor foglyai Európa minden részéből érkeztek, akiket 1945. április 16-án szabadítottak fel az amerikai csapatok. Eddig nagyon tetszik, fenomenális, hatalmas a barlang, és mindenkinek ajánljuk, gyertek el ide! A pottensteini munkaműveletekben elhunytak száma nem ismert. A Pottensteinban kényszermunkára használt 746 fogoly, több mint felét visszaküldték Flossenbürgbe, halálos betegen, a kemény munkakörülmények és a tábori zaklatás miatt. Az itt látható cseppkő a Góliát,
ami a legöregebb cseppkő a barlangban. A háború után újra megindult a látogatók száma. Látogatócsoportok érkeztek nagyobb távolságokból, például Berlinből és más nagyvárosokból is, de külföldről is. Ezért intézkedésekre volt szükség, hogy megbirkózzanak a sok látogatóval. A barlang teraszra teraszkávézót, WC-t, a barlang előtt pedig a horgásztó mellett nagy parkolóhelyet építettek az autók és a buszok számára. A barlang bejáratánál jegybódét építettek, és megkezdődött a képeslapok és ajándéktárgyak árusítása. 1949-ben Georg Brunner állatcsontokat fedezett fel a hasadékban. Viszont 1952-ben lezuhanó sziklák okozta halálos baleset történt. A robbantási és az ásatási munkálatok során a kis ördög barlangban. Hans Brand 1959-es halála után az ördög barlang örökségeként mostohalányára ritára szállt. 1967-ben viszont Pottenstein városa vette át a barlangot. Hans Brand tiszteletére 1961. április 9-én öntött ércből készült emléktáblát avattak ünnepélyesen az ördögbarlang bejárata fölött. Rajta Brand portréja és a következő felirat szerepel. Pottenstein városa tiszteleg és hálát ad az ördögbarlang felfedezőjének és fejlesztőjének, valamint a Frank-Svájc fáradhatatlan támogatójának. Mindenkinek ajánljuk, szuper volt! Na, ez lett volna az ördög barlangja, remélem mindenkinek tetszett. Nekünk nagyon, mindenképp megéri ezt a 7 eurót itt Bajorországban, úgyhogy ha bárki erre jár, mindenképp látogassa meg. Egy óra az egész, gyerekekkel, kutyával is be lehet jönni. Szuper volt, ez volt itt a Like a Vlog, ha tetszett a videó, iratkozz fel. Dobj egy lájkot, maradj velünk a következő kalandra is. Szevasztok!